Sziasztok, ez a Loki Blog külön kiadása egy podcast formájában, ugyanis a szerkesztő csapat egy része most közösen fogja megtekinteni a Paks elleni idegenbeli találkozót, úgyhogy most meghallgatjuk, hogy előzetesen ki mire számít. Kezdjük mondjuk Szemivel. Először is sziasztok! Én nem számítok semmi jóra lényegében a kedden történt vereségünk után, szóval vagy egy hazai, vagy egy döntetlen lesz az eredmény. Meghallgatjuk, hogy Csibu mit vár a meccstől. Már akkor örülni fogok, hogyha Debrecen gólt szerez. Sziasztok! Halljuk, hogy Andersonnak mi a véleménye. Hát én úgy gondolom, hogy ha nem lesz magas a fű és nehéz a levegő, akkor esetleg talán eljuthatunk az ellenfél kapujáig, de mindenféleképpen menni kell előre, a helyzetekkel jól kell sáfárkodni, és hogyha véletlen nem sikerül nyerni, akkor sincs gond, mert megyünk tovább. És akkor végezetül halljuk, hogy Red Bull mit vár az összecsapástól? Hát én maximum jó esetben egy X-et, egyébként nem vagyok abszolút bizakodó, és kész. Hát akkor én is elmondom, hogy mit várok a meccstől. Szerintem egy nagyon nyögvenyelős és gyenge színvonalú összecsapás lesz, amin maximum két gólt fogunk látni, vélhetően egy-egy elosztásban, de nem kizárt, hogy a hazai csapat mondjuk egy egyetlen megszerzett góljával otthon tudja tartani a három pontot. Tehát nem vagyunk bizakodóak. Majd meghallgatjuk a véleményeket a szünetben és a meccs után is.